Az országgyűlési képviselőnek nem csak az országos jelentőségű, hanem a helyi problémákkal is tisztában kell lennie, annak érdekében, hogy választókerületének valamennyi lakóját képviselni tudja a parlamentben, vagy az Egyesült Ellenzék Jársági jelöltje, ennek alapja pedig az építő, konstruktív párbeszéd. Nekem egy alapfölfogásom, hogy ne az határozza meg a munkámat a választókörzet településein, hogy egy-egy településnek mondjuk a vezetői melyik oldalra húznak. Abszolút nincs jelentősége, hiszen az adott településen lévő embereket azt hiszem a nagy többségét legkevésbé ez érdekli. És nekem nem a vezető szűk réteget kell képviselnem és az ő gondolkodásukat, hanem a település az lakosságát. Tehát el kell felejtsem azt a gondolkodást, hogy te ide tartozol, te oda tartozol, nem, mi ide tartozunk. A helyi megoldandó problémák közül dr. Kertész Otto az üres körzeti orvosi praxisok betöltését, a szakorvosi ellátás széles körű biztosítását, az egységesen elérhető magas színvonalú közoktatás visszaépítését, valamint a Jászberényi Szolnok közötti út négysávosítását emelte ki. Ez utóbbit a további munkahelyteremtés és a munkavállalási lehetőségek szélesítésének alapjaként tekinti. Az országos ügyek között az energiadíjak szociális alapú differenciálását, valamint az élelmiszerek forgalmi adójának csökkentését emelte ki. Az átfogó cél pedig az, hogy a választásokon Magyarország kapjon lehetőséget arra, hogy az európai statisztikákban ne sereghajtók közé tartozzon. Magyarország Európa legszegényebb országa, kivéve Bulgáriát. Magyarország legkorruptabb országa, kivéve Bulgáriát. És ez a kettő, ez nem független talán egymástól. Éppen ezért azt mondom, hogy ezen a helyzeten biztos, hogy a többség Magyarországon változtatni akar. Ha azt szeretnénk, hogy a gyermekeinknek jobb legyen a jövője, akkor sok pénzt kell fektetni az oktatásba. Ma onnét inkább elvesznek. Ha azt szeretnénk, hogy az életünk egy kicsit jobb legyen, és ha már megvan a lehetőségünk, hogy tovább élünk, akkor az egészségünket tovább megőrizhessük. És éppen ezért az egészségbe több pénzre van szükség. A kampány február 12-én az ajánlások gyűjtésével hivatalosan is elkezdődik. Dr. Kertész Otto az Egyesült Ellenzék Jársági jelöltje a választások napjáig a választókerület településeit járva ismerteti majd az ellenzék választási programját és céljait. De mintha most arról beszélnénk.